Napra pontosan egy hónap telt el a Beac legutóbbi bajai látogatása óta. A kupamérkőzés után szombaton ezúttal bajnokin vendég szerepeltek a fővárosiak a Sugovica partján, és mint Balogh Judittól megtudhattuk, szívesen léptek ismét pályára a Postában. Hát olyan van bajai játékosunk, ezért örömmel jövünk, hát egyrészt, hogy neki jó legyen, meg bevallom őszintén, hogy ilyenkor nekünk is jó, mert mindig meghívnak, és egy nagyon jó bajai halászt létehetünk. Rátérve a mérkőzésre, a BNKK az első negyedben 12 pontos előnyre tett szert, és ezt a szünetig meg is tartotta. A második játék részben azonban fokozatosan dolgozta le hátrányát a Beac, és az utolsó negyedben már 4 pontra is megközelítette a hazaiakat. Ekkor azonban Peresztegi Nagy Ákos egy időkéréssel felrázta csapatát, a vége 82-71-es bajai győzelem lett. Hát szoros mérkőzés volt ez a mai, nagyon készültünk a Beacra a múltkori magyar kupa mérkőzés után, és hát így sikerült. Egy picit azt éreztem, hogy jól kezdtük a mérkőzést, és utána egy picit kényelmesebb lett a védekezésünk, és azt mondtuk, hogy jó, hát ezt 10-valamennyivel vezetünk, jól játszunk, és akkor ez majd jön magától a következő plusz 10 pont. És ezt egészen odáig elmentünk megint, mondhatom ezt a mazolista kosárlabdánkkal, hogy 4 pontra visszaengedtük az ellenfelet, és ott megint egy időkérés után varázsütésre a csapat megváltozik, elkezd megint agresszíven védekezni, és pillanatok alatt megint 10 pontra elmentünk, és megnyertük könnyen, szám szerint azt mondom, hogy könnyen megnyertük a mérkőzést 3 perc alatt vagy 2 perc alatt. Ebbe azt mondja, egy picit fáj, hogy nem úgy védekeztünk. Még egy jó 20 percig, ahogy kellett volna, és akkor ez tényleg egy 20-30 pontos mérkőzés lehetett volna. Ehelyett azonban a vártnál izgalmasabbra sikerült a találkozó. A sereghajtó számára azonban a 11 pontos vereség sikernek mondható, tudhattuk meg a Beac vezető edzőjétől. Nehezebb megemészteni, ha nagyon kikapunk, mert a mi életünkben nem mindig feltétlenül a győzelem az, ami számít. Hát mi egy olyan csapat vagyunk teljesen amatőr szinten, hogy mi annak is örülünk, hogyha a nálunk tehetősebb és jobb játékos állománnyal rendelkező csapatokkal fel tudjuk venni a versenyt. És a vége az alapszakasznak mennyire vagy elégedett ezzel a szezonnal? Az a nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy tulajdonképpen, hogyha az összes meccset nézzük, akkor az elmúlt évek legjobb teljesítményét nyújtottuk, de ez az eredményekben nem tükröződik. Tehát eredményességileg talán a legrosszabbat az elmúlt 5 évben, viszont a játékképe az sokkal jobb lett, sokkal kisebb különbséggel kapunk ki jobb csapatoktól, ahogy például ezt a mai meccset is néztem, tavaly úgy emlékszem, hogy 30 ponttal kaptunk ki Baján, de igazán az eredményekben nem tükröződik, tehát az egyik szemünk sír, a másik nevet. Mit elmondtál most, az talán biztató lehet a jövőre nézve. Nem feltétlenül a mi életünkben, mivel mi teljesen amatőr csapat vagyunk, mi nem tudhatjuk, hogy milyen játékos állományjal fogunk nekifutni, hiszen azok a játékosaink, akiknek van lehetőségük, hogy elmenjenek egy másik csapatba, ahol esetleg még pénzt is kapnak, azokat mi nem tudjuk megtartani. Csütörtökön este abban a reményben fogadták a kékmezben játszó Vasas csatát a bajai lányok, hogy a papírformának megfelelő győzelmük esetén már biztos résztvevője a legjobb 8-nak. Nos, ez kissé nyögvenyelősen, de sikerült, a vége 9 pontos hazai győzelem 58-49 lett. Amit mondtam, hogy bármilyen rossz dolgokat csinálunk támadásba, védekezés az mindig stabilnak kell lenni és visszaér. 10 pontot kaptunk megint ebbe a negyedbe. Megint egy negyedet megcsináltuk ugyanígy, hogy így védekeztek, keményen lepattanók megvannak, 10 pont, ugye akkor csak 3 pontot kell dobni, és akkor megnyertük a meccset. De támadásban picit hígattabban a lerohanásokat, a támadásban a befejezés, de aki helyzetben van, az meg vállalja el, ne szóljatok már! Ott a helyzet, ütemre vállalod el, azt nem vállaljátok el, és utána meg olyan helyzetek jönnek ki, amik már nem helyzet, és amiből homályokat tudtok dobni. Igen, most a fordítottját mutatta be a csapat, most jól védekezett és gyengébben támadott, mint a Beac ellen. A héten azt beszéltük a lányokkal, vagy azt ígértek nekem, hogy ők ezt fordítva, hogy meg fogják tenni azt, hogy mind a védekezés, mind a támadás egyszerre egy mérkőzés alatt jól fog működni. Hát ezt nem sikerült megvalósítani, de alapvetően azt mondom, hogy a célunkat, amiért elkezdtük ezt a bajnokságot, ezt az idényt, azt most itt március elején tudta teljesíteni a csapat, és úgy gondolom, hogy ebben kell kapaszkodni, és ezt kell kiemelni a mai napban, nem pedig az, hogy milyen nyögvenyelve és hogyan tudtunk nyerni. Nyertünk, hoztuk a mérkőzést, ha valaki ránéz a papírra, azt mondja, hogy 9 pont, végül is könnyű a győzelem. Mi ebben maradjunk, hogy mi 8-ba kerültünk ezzel a győzelemmel, és a bajai női kosárlabda újra ott van Magyarország élvonalán. Várható valamiféle ünneplés? Nem tudok még semmit, most egyelőre még a vasárnapi elmaradt Ákos napról vittem fel a lányoknak süteményt. Ezzel indul, aztán én még egy jót szeretnék ma vacsorázni, aztán ki tudja, hétfőn lesz legközelebb edzés, tehát bármi belefér. A szurkolók körében minden esetre már a lefújást követően ünnepi hangulat alakult ki. Meg vagyok elégedve az eredménye. Jövő héten ott leszünk Szekszárdon.
és mindent megteszünk azért, hogy ott is nyerjünk. Én fél időtől tudtam itt lenni, az emlékek megszépülnek, ezért nyertünk, ez a lényeg. Most beszéltünk itt a vezetőséggel néhány szót, a város azt támogatja a kosárlabdát, cserébe azt kértük, ők megvégezzék el, ami az ő dolguk, ma elvégezték, ez a lényeg. Mai mérkőzés alapján ugye nagyon gyenge játszottunk, talán arra fogható, hogy görcsösen játszottunk a tét miatt, de ugyanakkor annak nagyon örülök, hogy a 8 között vagyunk, és végül is a vezetőség által kitűzött célunkat elértük. 8-ba vagyunk, innentől kezdve minden hab a tortán. Nagyon-nagyon örülünk ennek a győzelemnek, bár elég akadozva ment, de a lényeg, hogy nyertünk. Szekszárd ellen szeretnénk még itt a rájátszás előtt egy jó játékkal zárni, majd meglátjuk, mi lesz. A 9 pontos győzelem kissé csalóka, hiszen a vendégek a hajrában többször egy pontra is feljöttek, fordítaniuk azonban egyszer sem sikerült, edzőjük szerint nem teljesen véletlenül. Nem, én megyek, itt van kilépve, jó, egy-egyre fenyeget, és úgy lép ki, és abból megy a blokk. Azt gondolom, hogy a lányok nagyon szépen fejlődtek, és így az év végére vidéken, hogy partiba tudnak lenni egy bajával, aki 8-ba kerül, ez igazán én azt gondolom, hogy egy tisztességes dolog. Sőt, még azt is lehetett érezni, hogy amikor egy pontra a negyedik negyedben megközelítettük a baját, akkor azért kellett a külső segítség a bajának, hogy bebiztosítsák ezt a győzelmet. Ennek ellenére Diósdi Deák Éva természetesen gratulált a bajának a 8-ba kerülésért. A lefújást követően közös ünneplés következett, melynek részeként a lányok egy kitervelt merénylet áldozatai lettek, ugyanis Bozóki apukáik a rájátszásba jutott csapatot pezsgőfürdővel fogadták. Bettinával én szintén megbeszéltem, és kérdeztem tőle, hogy meg tudja oldani, hogy a végén a csapatot kicsalja ide a közepére. Azt mondja, jó van, de mondom, vigyázz, te húzodjál hátra. És ez így volt megbeszélve. Bettina ennek ellenére nem úszta meg szárazon, a takarítónőknek pedig némi plusz munkája akadt, amit ezen a nap cseppet sem bántak. Hát örülünk neki, majd most feltörüljük. Abszolút nincs harag? Nincs, semmiféle harag nincsen. Örülünk, hogy győztek. A győzelem által fellelkesült kisegítő személyzet később rögtönzött kosárbemutatót is tartott. A látottak alapján megállapíthatjuk, hogy a hölgyek a Pécs vagy a Sopronán is feltehetően az eddig megszokott posztjukon fognak szerepelni. A legjobb 8-ba ugye két erős csapatot kaphattok, még az a kérdés, hogy Pécs vagy Sopron, melyiket szeretnéd inkább? Inkább a Pécset, a Pécsen sokkal jobban szeretek játszani, mint Sopron, nem tudom. Tehát Pécs az egy nehéz csapat, de szeretek ellenük játszani. Talán a Sopron, mert ők tisztában védekeznek, sportszerű játékot játszanak. Pécs vagy Sopron? Hát szerintem Sopron lesz, de még mindig mondhatom azt, hogy akár a Pécs behúzza a győzelmet, de úgy gondolom, hogy eléggé a hurok már a Pécsnek a nyakára van akasztva a gazdasági oldalról. De